A Győri-Eto FC kezdőcsapatában az új játékosok közül ezúttal Leandro Martínez kapott szerepet, de ahogyan a bajnokságban már tavaly megszokhattuk, a középpályásról is intenzíven támadott. Az első helyzet nem sokkal a kezdés után rögtön Kamber előtt adódott, de ebből még nem lett gól. Az Eto azonban ezúttal is nagy lendülettel rohamozta a kaput és végig rá tudta erőltetni akaratát ellenfelére. King beadását Martínez bólintott a kapura az ötös sarkáról, majd a végig nagy kedvel játszó észlégiós bombázott, az ismétlés pedig Koltai küldte kapura, egyelőre eredménytelenül. Az első cseh helyzetre a 20. percig kellett várni, ekkor Martin Kunzl próbálkozott, de Kamená rajta volt a lövésem. A 25. percben aztán újra megvillant King, a 16-os előtt cselezett befelé és kényszerítőzött Koltaival. A lesre játszó hazai védők között jól lépett ki, és a kapus sem tudta szerelni, így már csak az üres kapuba kellett gurítani a labdát. Két perccel később válogatott játékosunk csapott le egy rosszul hátragurított labdára, de aztán hiába várt sokáig, végül a kapu mellé lőtt. Még mielőtt fellélegezhetett volna a szlovácskó, egy Kamber Kronavetter összjáték után előbbihez került vissza a labda, aki nem kegyelmezett. Majd az első félidő végén még Martíneznek volt egy lehetősége, de végül 2-0 fordultak a csapatok. A második játékrész Kronavetter lövésével és Frestik becserélésével indult. Mint kiderült, a cseh légiós játszott a Bajnokok Ligájában és a nemzetközi felkészülési meccseken is. A Szuperkupában, a Magyar Kupán, a Liga Kupán és a bajnokságban viszont nem. Az MLS-től kapott győri állásfoglalás szerint október 15-ig itthonra vonatkozik csak az eltiltása. A centerként is bevethető labdarúgó rögtön góllal nyitott, ám a játékvezető les miatt nem adta meg ezt a találatot. A képen jól látszik, hogy valóban a védők mögött volt a légiós, ugyanakkor ellenfértől kapta a labdát, nem pedig saját játékostársától. Stresszik ahhoz képest, hogy két hónapja nem volt játékban, rögtön jól illeszkedett az Eto gépezetébe, és nem sokára ismét helyzetbe került, majd Kingnek készített le egy labdát, és ez hozta a harmadik győri gólt. A Tármo King focisuli azonban ekkor még nem ért véget. A 83. percben befűzte a fél cseh védelmet, egyszerűen nem tudták tőle elvenni a labdát. Még a kapust is becsapta, amikor Nikolek csatlakozott, őt viszont buktatták a 16-oson belül. A 11-es Völgyi Dániel végezte, aki pontos és erős lövésével állította be a 4-0-ás végeredményt.